halálra szurkált a barátnőjét, majd magukra gyújtotta a házat egy fiatal férfi Mélykúton, Bács-Kiskun megyében. A pár valamin összeveszett, aztán a nő átment a testvéréhez. A férfi oda is követte, végül ott ölte meg. A brutális támadást végignézte a megölt nő testvére és annak két kisgyermeke is. A Pest megyei Pilisen egy 65 éves férfi szúrt halálra egy nőt. Magyarországon minden héten meghal egy nő párkapcsolati erőszakban. Egy családi ászhoz riasztották a tűzoltókat szerdán éjszaka Mélykúton. Nem sokkal később azonban mentők, rendőrök és fehér overállos nyomrögzítők is érkeztek. Az égő épületből egy férfit és egy nőt hoztak ki a tűzoltók. A nő már halott volt, de láthatóan nem a tűzben vesztette életét. Teste tele volt szúrt és vágott sebekkel. Ők nem itt laknak, hanem a város túlsó felén, de összevesztek is a lány ide menekült a testvéréhez, aztán a férfi utána jött, tovább veszekedtek is, leszúrta. A férfi a gyilkosság után magát is megszúrta, majd felgyújtotta a házat. A megölt nő testvére és annak két kisgyereke végignézte a brutális támadást. Két pici gyerek volt a házba, egy 2 éves és egy nagyobb, egy óvodás. Ők ki tudtak menekülni az égő házból. A rendőrök hajnalig helyszíneltek a házban, a tűzoltók pedig még délelőtt is ott voltak. A környékbeliek megdöbbentek a történteken. A gyerekek szeme láttára. Tehát ez egyszerűen iszonyat. Borzasztó az ilyen. Felelőtlenség. Ezek a képek szintén szerdán készültek, de már a Pest megyei Pilisen, ahol egy 65 éves férfi halálra szúrt egy 39 éves nőt. A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett, de már nem tudták megmenteni a nő életét. Egy férfi és egy nő szóváltásba keveredett egymással, minek során a férfi egy késsel megszúrta a 39 éves sértettet, aki belehalt sérüléseibe. A rendőrök az elkövetőt elfogták, és a rendőrkapitányságra előállították. A férfi beismerő vallomást tett, a rendőrség kezdeményezte letartóztatását. Magyarországon nagyjából 220 ezer nőt érint a párkapcsolati erőszak, hetente egy nő bele is hal a bántalmazásba. Évek óta követjük figyelemmel a halálesetek számát, tehát az ölések számát, ahol a párkapcsolati erőszak gyilkosságban végződik, és az erre vonatkozó adatok nem teljesen pontosak, de valahol 50 körül van évente. A nők mellett a gyerekeket is érinti a párkapcsolati erőszak. Az elkövető általában bosszút akar állni a volt partnerén a gyerekgyilkossággal. Magyarországon havonta egy gyerek hal meg ilyen körülmények között.